Sziasztok! Ez itt újra a Film Gamer csatorna DVD bemutató rovata. A DVD mostra HD adás, és látható, hogy a bosszúvágyban élünk Charles Bronson és a filmet rendező hatalom. Ez a film ez igazán híres és klasszikus film, a bosszú filmek, dráma, de akár valamilyen szaporú akcióknak is nevezhetnétek, de ez ilyen nyugodt akciófilm, amikor egy idő után csak kitör. Ez igazából inkább egy bosszú és dráma, mint akciófilm, de sokan akciófilmként is kezelik. Nézzük, hogy mi az, ami tudható a DVD-tokról és a DVD-ről. A filmről magáról 16 pluszos, tehát így nézzétek. Gyerekekkel, hát van benne durva jelenet is, meg káromkodás, stb. Magyar 2.0, az angol 2.0 hangzása van rajta. Magyar és angol felirat. 90 perces játékidővel, interaktív menüvel és előzetesekkel, és egy Virax kiadás, tehát olcsó, de a kiadás minősége is körülbelül olcsó. Egy történetleírás, ami tényleg nagyon játékos kis ember, hogyan tud teljes bosszú ágyal feltelítődni, és Charles Rosen nagyon hozzá, teljesen illik a karakterével. Fontos megtudni, hogy a sorozatnak volt másik, harmadik, negyedik, talán még ötödik része is. Remélem, hogy ma biztos. De ez az első, ez a legjobb. Nagyon jó a fényképezése is a filmnek. Ugyan a DVD-tok ultra gyenge. Majd a szétesne. Olyan. De egyébként maga a film megéri ez a 800 forint körül, amire be lehet már szerezni, be tudtam szerezni az internetről. Úgyhogy nem csak ajánlani tudom nektek. Szerezzétek be. Ez egy igazi klasszikus ezen filmifajkon belül, amelyeket említettem. És hát Charles Bronson élt egy legjobb alakítás, hogy még szerintem. És nagyon jó a fényképezés is, meg itt a városi jelenetek, mint például az a hides rész. Nekem tetszett. És nagyon az van a hangulat is, ugye már. Szóval a film azt a 70-es években jelent, meg a 80-es évek elején, vagy 70-es évek vége fele. Vagy a közepén körülbelül, és ez is nagyon láthatja a hangulat. Remélem tetszett nektek az a mutató, és hogy fog a film is, búcsúzom tőletek. Sziasztok!